Valós horror sztorik a magyar egészségügyből. Az elmúlt években egyre több rémtörténetet lehetett hallani a magyar egészségügyről. Igazából a hazai állami ellátás már évtizedes viszonylatban sincs fénykorában enyhén szólva. Mások egyenesen azt állítják, hogy a témába vágóan fogalmazva lélegeztetőgépen van az egész rendszer, vagy kómában, melyből csak a csoda segíthet, hogy felébredjen. Fontos előre kiemelnem, hogy ez a videó nem az egészségügyi dolgozók vagy kórházak ellen szól. Rengeteg pozitív példáról is lehet hallani, talán erről is lesz majd egy külön videó. Akinek nem inge, tehát ne vegye magára az itt elhangzottakat. Összeszedtem néhány olyan valós történetet, ami meglehetősen sötét képet fest arról, mi van, ha az ember valami miatt kórházba kerül. Nem sztereotípiákat szeretnék ezzel erősíteni, hangsúlyozom még egyszer. Inkább fogjátok fel úgy, mint egyfajta borzalom toplistát a legdurvább és legabszurdabb esetekből. Az egyik első eset még akár vicces is lehetne, ha nem az illető rokonai nézik meg a rendszerben és kapnak instant infarktust, amikor a rutin szemműtétet követő napokban papíron halott volt a beteg. Ezt még a média is lehozta nemrégiben. Az eset a gyulai kórházban történt, itt azért nevezem meg konkrétan, mert a médiában is lehozták. Lényegében tehát valaki 6 napot feküdt a patológián, majd feltámadt az EST rendszer szerint. A nő tehát végig életben volt, de a rendszer szerint meghalt, boncolást is végeztek rajta, és 6 napon át tárolták egy tepsiben. A nő az RTL híradónak nyilatkozva elmesélte, hogy nem is tudta elsőre, hogy mit lát. A gyulai kórház a híradó kérdései alapján az ügyben vizsgálatot indított, ami megállapította, hogy az orvosok helyesen vitték fel az adatokat a rendszerbe, így a probléma a vizsgálat szerint valószínűleg technikai jellegű volt. Hát ennyit erről. Itt ebben az esetben még mindenki megúszta a dolgot, de lesznek nagyon durva történeteim is. Az alábbiakban szintén az egészségügyi ellátást érintően megjelentetett történetet osztott meg egy beteg hozzátartozója az internetes fórumokon. 2015. március 16-án reggel 8 és 9 között mentőt hívtam az ex-férjemhez, mert úgy ítéltem meg, hogy súlyos az állapota. Fájt a feje, vérzett az orra, nem tudott beszélni és elferdült a szája is. Én stroke tüneteit véltem felfedezni. A mentő elég gyorsan kijött. Ez volt az egyetlen pozitívum a történetben. Egy fiatal ember, aki be sem mutatkozott, és egészen biztosan nem orvos, elkezdte vizsgálni, majd közölte velem, hogy csak magas a vérnyomása. Elég lett volna a körzeti orvos is. Ennek ellenére ragaszkodtam hozzá, hogy a kórházi ellátásra szüksége van. Beleegyezett, hogy bevigye. Úgy becsapta előttem az ajtót, hogy köszönni sem tudtunk egymásnak. Egész nap várakoztunk, gondoltam, hogy vizsgálják. Délután 4 óra után már felhívtam telefonon, mert sokkoltam a várakozást. Sajnos csak a tizedét értettem annak a beszédnek, amiből sikerült kihámoznom, hogy a sürgősségi osztályon ülés várakozik. Még nem vizsgálták meg a férjemet. Miért mondják akkor, hogy azonnal hívjunk mentőt, ha egy napig várakoztatják? Teszi fel a kérdést. 5 órakor felhívtam a kórházat, ahol azt mondták, hogy sok a beteg és rangsorolnak, eldöntik, kit vesznek előrébb vizsgálni. Szerintük nem volt sürgős. Azt gondolom, ez a mentőstől származó információ lehetett. 6 órakor a fiam telefonált, azt a választ kapta, hogy ha sztrókja lenne az ex-férjemnek, már az osztályon feküdne. Így biztosan nem az van neki. Ennyivel le is tudtuk. Este 7 órakor vizsgálták meg. Egy másik várkozó hívott fel, mert már egyáltalán nem tudott beszélni. Megállapították, hogy sztrókja van, ezért azonnal CT vizsgálatot kellett végezni. 9 óra 30 perc körül beszéltem vele újra. Csak annyit sikerült megértenem, hogy már megvolt a vizsgálat, de még mindig a széken ülve várakozik. Ez a tortúra egy egészséges embert is megvisel, 24 óra étlen szomjan, betegen, 65 évesen. Jöjjön egy másik történet. Itt már kezdünk egyre mélyebbre menni az embertelenségben és a szemtelenség mocsaraiban, melyek olykor egyes kórházak falain belül hömpölyögnek. Több éve pereskedett a Miskolci kórházzal egy beteg, aki elunván a sürgősségi ügyeleten a várakozást benyitott az ellátóhelyiségbe. Nem akarta elhinni, amit ott látott. A bennülők kávéztak, egy fehér köpenyes a vizsgálóasztalon feküdt. A beteg dühösen számon kérte, ha ennyire ráérnek, miért nem az odakint vérző, jajgató emberekkel törődnek, és közben bekapcsolta a mobiltelefonja kameráját, hogy rögzítse azt, amit lát. Az ügyeletes orvos ekkor rátámadt, előbb csak lögdöste, majd meg is pofozta.
A biztonságiak vetettek véget a harcnak, a beteg azóta a bíróságon akar elégtéltet szerezni. Az orvos pedig nem érti, miért is vegzálják, ragaszkodik az ártatlanságához. Szerinte ugyanis annyi pénzért, amennyit kap, nem lehet elvárni, hogy ne szusszanhasson két eset között legalább egyet. A hosszú várakozási idő egyébként önmagában is elegendő lehet egy-egy konfliktus kirobbanásához. Ezt mind tudjuk, és sokunk gyakran tapasztaltuk is. Aki nem, az igazán szerencsésnek mondhatja magát. A következő történet már erős idegzetűeknek ajánlott. Eljutottunk ugyanis a magyar egészségügy majdnem legsötétebb bugyraihoz. Készüljetek fel! Teilinger Ferencné történetét mesélem el nektek. Tavaly ősszel reggel 9-re rendelték be a májártültetésre váró férjemet a transzplantációs klinikára, a vizsgálatra azonban 14:30-kor hívtak csak be. Idézi a saját történetét Teilinger Ferencné. A férjem ekkor már szinte csak feküdni volt képes, ülni nagyon nehezen és azt is csak rövid ideig tudott. Hiába szóltam többször, miután szemmel láthatóan is egyre rosszabbul lett. Csak azt mondták, a kórházban fekvőket vagy az egyéb sürgős eseteket előbbre veszik, és nem lehet egyetlen orvos egyszerre több helyen. És persze hozzátették azt is, hogy kaphatunk egy másik napra újabb előjegyzést. A vizsgálatok nélkül viszont a férjem nem kerülhetett fel a szerváró listára. Tehát ha föladjuk, ki tudja hány hétre rákapunk újabb időpontot. Persze azt sem garantálta senki, hogy legközelebb kevesebbet kell várni, vagy a súlyos állapotban lévő férjem majd jobban bírja a folyosózást. Érkezni viszont percre pontosan kell, az időpontját számítógépes a rendszer rögzíti, és jaj annak, aki kikésik, mert aznap már nem kerülhet sorra, előről kell kezdenie mindent. Betegségét egy vírus okozta, a májszövet elhalást júniusban diagnosztizálták, karácsonyra pedig meghalt. Közben hónapok azzal teltek, hogy vizsgálatokra, orvosokra várakoztak, különböző intézmények különböző folyosóin. Ha az orvosok tudták, hogy legjobb esetben is 12 hónapja volt a férjemnek hátra, mégsem kapott soron kívüliséget. Ami történt, az az átlag halandó számára átláthatatlan. Mindig második volt a szerv alkalmassági listán, egyszer sem ő kapta meg az életet jelentő májat. Végül feladta. Karácsonykor nyelőcsővérzése miatt mentőt kellett hívni. Az állami egészségügyi központba szállították, ahol vérző beteg a folyosón egy hordányon feküdt, este 9:30-tól éjszaka 1:30-ig. Ugyanis ekkorra sikerült a szükséges beavatkozáshoz értő orvosnak beérnie a kórházba. Végül újabb órák alatt két vérzés közül az egyiket sikerült megállítani, a másik pedig tovább szivárgott. Szondát vezettek a gyomrába, amit viszont egy hatalmas adag alvatvérrel együtt kihányt. Ezt az orvosok úgy ítélték meg, hogy nem volt együttműködő a beteg, ezért lekötözték, hogy ne tépje ki magából még egyszer a műanyag csövet. Kétségbe estem, tiltakozni nem volt erőm, bár éreztem, hogy itt nincs minden rendben az ellátással. Azt is láttam, hogy a sürgősség osztályon minden ágy foglalt, a nővérek túlhajszoltak és nagyon idegesek. Ha nem velem történik, talán még meg is értem, hogy lekötözik a férjemet, akiről a legrosszabb indulattal sem volt feltételezhető, hogy nem működne együtt, ne lenne elég fegyelmezett. Ekkor egy másik kórházban, ahol van megfelelő eszköz, még azzal hitegettek, hogy megműtik. Mentővel kell azonban átszállítani, mentő viszont csak másnap délelőtre lesz. Azt mondtam, mindegy mibe kerül, akár vigyék át helikopterrel is, de tegyenek érte valamit. Azt mondták, arra nincs lehetőség, a mentőhelikopter nem taxi. Járni nem tudott, csövek lógtak ki belőle. A megrendelt mentő másnap azonban orvos nélkül érkezett, a mentősök pedig nem vállalták a vérző, maga tehetetlen beteg szállítását. A férjem közben meghalt. Ma sem tudom, mit kellett volna tennem, egyáltalán tehettem-e volna valamit a körülmények a kaotikus rendszer ellenére. Ezek mind tipikus történetek a magyar egészségügyben, és sajnos egyre többször hallunk ehhez hasonlókat. Nagy Bendegúz Lóránd egyenesen a halálsoron érezhette magát, és egy siralmas kálvária kezdődött azzal, hogy kórházba került. Szinte mindenből kijutott neki, ami a kórházi rémtörténetekben elő szokott fordulni, sorolom. Mozgáskorlátozottként nehezen jutott be a megfelelő osztályokra. Ápolók vitték fel a lépcsőkön, de még arra is megkérték, hogy maga feküdjön, vagyis kúszson fel a vizsgálóra. Vese problémáival kezelték, E. coli fertőzést kapott, a vesélyébe felhelyezett katéter pedig eltűnt a testében. Éppen emiatt várt újabb műtétre. 10 nap után alig csökkent a fertőzés, ráadásul egy újabbat kapott a kórházban, ezért elengedték műtét nélkül áprilisban. Hiába volt időpontja, a vesekő zúzásra nem került sor.
Az ápolók a leterheltség vagy a nem törődömség miatt nem ellenőrizték a kezelését. Magát kellett menedzselnie a kórházban, hogy minden szükséges vizsgálat és ellátás meglegyen. A férfi elmesélte, hogy amikor az urológiára feküdt be hosszú kezelésre, azt ő ténylegesen halálsorként élte meg. A kórteremben három beteg is meghalt mellette, ketten kínok közepette. Azt sem közölték velem, hogy a szobatársam nem csak végső stádiumban lévő rákos beteg, de húsevő baktérium falta fel a jobb combját. Azért üvölt, amikor a nővérek minden reggel esdeklése ellenére durván átmozgatták, fürdették. Végül is az a legfontosabb, hogy sterilen halljon meg valaki. Tragédia. Elevenítette fel az emlékeit a férfi. Mellettem haldokolva hörgő embert nézve, látva és hallgatva, a szájából áradó halálszagot érezve egy csomót bőgtem. Hangosan, mint egy óvodás. A tiszta pillanatokban beszélgettünk, segítettem neki ebben abban. A felesége és a kórházi tiszteletesen bírta már elviselni a belőle áradó bűzt és a közelgő halálzaját. Az utolsó napon már nem is látogatták. Miután meghalt, majdnem fél napig feküdtem egy halott ember mellett, mire este felé elszállították. Két éjszakán keresztül egy nő halálsikolyát hallgattuk, majd elhallgatott végre. A harmadik páciens pedig csendben ment el. Mivel Lóránt kerekesszékes, ezért a kórházi fürdő helyett a beteg mosdatóban tisztálkodott a saját alkoholos tisztítószerével. De a részletek döbbenetesek, amit más betegek után hagytok a helyiségben. Mostam, sikáltam a csempéről, a padlóról, a vécéről, a vért, a gennyet, a szart és a húgyot. Emlékezett vissza. Veltner János, egykori sebészeti szakfelügyelő orvos elevenítette fel egy férfi történetét, aki léprepedésbe halt bele. Az ő történetében az Üllői úton nem messze a klinikáktól esett össze egy férfi. A mentő pontosan diagnosztizálta, hogy a beteg lépe megrepett, ezért a legközelebbi sürgősségi felvételes kórházba vitték. Csak hogy ott azt mondták a mentőknek, hogy miután nem balesetben repett meg a lép, vigyék tovább Pestről az aznap ügyeletes sebészetre Budára. A beteg útközben a Rákóczi úton meghalt. Valószínűleg ma is élne, ha a legközelebbi kórházban a Semmelweis Egyetem egyik klinikáján megoperálják. Az évtizedes probléma okait illetően Veltner János arra emlékeztetett, hogy az elmúlt 20 év kormányai sorra hozták azokat a fiskális, korlátozó szabályokat, amelyek nem a gyógyításra ösztönöztek, hanem éppen ellenkezőleg. Arra, hogy a kórházak ne legyenek feltétlenül érdekeltek a betegek ellátásában. Például egy bizonyos esetszám fölött az egészségbiztosító nem fizeti ki nekik az ellátás után járó összeget. Ez is csak arra ösztönöz, hogy akit lehet, küldjenek tovább. Az RTL híradó helyszíni riportjából is kiderült, hogy a kisvárdai Szent Damián görögkatolikus kórházban lezárult a vizsgálata annak a 12 éves kisfiúnak az ügyében, akit a családja szerint érdemi vizsgálatok nélkül hazaküldtek, másnapra pedig meghalt. A kórház belső vizsgálata szerint nem történt szakmai mulasztás, hisz ez a közösség mindig összezár. A dombrádi fiú váratlanul betegedett meg, lázas volt, nem evett és nem is ivott, ezért a családja házi orvoshoz vitte. Az orvos pedig tovább küldte a kisvárdai kórházba, honnan viszont a család szerint érdemi vizsgálat nélkül küldték haza. A kisfiú másnap rosszul lett és mentőhelikopterrel szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. Később a sajtónak a család egyik rokona nyilatkozott, aki elmondta, a kórházban azt mondták neki, hogy a gyereknek torokgyulladása van, ezért pihenjen és igyon sokat, és a teltebb alkata ellenére mindenképp fogyókúrázhat is. És akkor most jönjön néhány rövid, de nagyon tömör történet. Gyerekként három különböző kórházban is töltöttem pár hetet. Este 10 és reggel 6 között bezárták a szoba ajtaját, csengő pedig nem is volt. A mellettem fekvő gyerek hajnali 3-kor elkezdett vért hányni, és egy egész órán át dörömböltem az ajtón, míg valamelyik nővérke elő nem került. Addigra a gyerek meghalt a belső vérzése miatt. Végig úgy csináltak, mintha pillanatok műve lett volna az egész. 9 éves voltam ekkor, a másik gyerek meg kb. 4 lehetett. Baleset után intenzíven voltam, pár nap után bekerült egy olyan 60-as éveiben járó néni. Teljesen tudatán kívül volt. Egész nap csak jajgatott, mindenféle csövek álltak ki belőle. Ami viszont örökre megmaradt. Teljesen mesztelen volt, egy darab lepedő vagy bármi nélkül.
Bárki ott dolgozó, látogatók, bárki, aki ott sétált el mellette, mindenki láthatta a kék-zöld meztelen nénit. Az előttem szólókhoz képest igazán semmiség, de akkor 16 évesen örökre belém égett, hogy ennyit az emberi méltóságról. És következzen egy utolsó történet. Egyetem előtt részt vettem az OMS önkéntes programjában, így néha jártunk a mentőosztagokkal. Most így hirtelen két dolog jutott ez eszembe. Az egyik az a beszédstílus a betegekkel, amit egy-két dolgozó megengedett magának. Konkrétan több beteg előtt kívánták a beteg halálát, mert volt, amelyik hangosan üvöltött, zárójelben demens beteg volt. Nekem nagyon égett a pofám, amikor mellette álltam. Legalább tette volna egy kicsit halkabban és nem előttük. A másik pedig egy eset volt, ahol a segítségünket kérték egy izomsorvadásos beteghez. A beteg szállító nem merte vállalni a hazafuvarozást. Először azt hittem, egy kisgyermekről van szó, hiszen a gyerekosztályhoz érkeztünk, és maga a beteg is apró volt. Viszont feltűnt, hogy az arca pattanásos. Ekkor pillantottam rá a korlapra, ahol az állt, hogy 16 éves. Először látni élőben egy ilyen súlyos korképet megrázó élmény volt. A forgatókönyv szerint a kórházba kerülő emberek súlyosan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Nincs szaktudása, ezért nincs tisztában a betegsége lefolyásával, nem tudja milyen sors vár rá, továbbá gyakran kerülhet maga tehetetlen, önmagáról gondoskodni képtelen, sőt öntudatlan állapotba is. Ennek ellenére szinte csak magára számíthat, mert azzal, hogy bekerül egy intézménybe, elszigetelődik az addigi környezetétől, valamint jelentősen korlátozódnak egyéb társas kapcsolatai is. És ez az egészben a legrosszabb. Fogalma sincs, hogy mikor mire mondhat nemet, mikor illene tiltakoznia, őrül, hogy egyáltalán ellátja valaki. Itt tartunk ma, és nem hiszem, hogy a közeljövőben bármilyen pozitív változást fogunk tapasztalni. Szerintem egyébként simán lehetne létrehozni egy országos kórházi szégyentáblát, és felírni az orvosok, ápolók neveit is rá, hogy ki mit mondott, tett. Lehet, hogy egyből tudnának rendesen viselkedni az emberrel. De lehet, hogy naív vagyok. Még egyszer hangsúlyozom így a videó végére. Nem áll szándékomban a kórházi dolgozókkal szemben indulatokat szítani, akinek nem inge, ne vegye magára. Én pusztán betekintést nyújtottam a magyar kórházi ellátás szélsőséges és betegesen sötét oldalára, és csak remélni merem, hogy ez csak egy nagyon kis részét teszi ki az amúgy is bomló állami ellátásnak. Ti milyen rémtörténetekről tudtok? Van esetleg személyes tapasztalatotok? Írjátok meg kommentben!